Szeptember közepén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben, így a csapatok már sorra játsszák az edzőmeccseket. A nyíregyházi KC az elmúlt hétvégén Balmazújvárosban a Kastélykert Kupa elnevezésű nemzetközi tornán lépett pályára. A romániai Turda és a szlovákiai Galgúc mellett az első osztályú Gyöngyös, Eger és a szintén élvonalbeli házigazda alkotta a mezőnyt. Az NKC a hatodik helyen zárta a tornát. Ezek a csapatok két hét múlva a bajnokságot játszanak, mi most járunk a felkészülés felé, úgyhogy egy hónap múlva van az első hazai bajnoki mérkőzésünk. Az első meccsünk az Egerrel volt, ugye ő tavaly még úgymond osztálytárs volt, egy nagyon jó meccset játszottunk. A végeredmény sajnos egy góllal alul maradtunk ezen a meccsen, viszont én azt gondolom, hogy volt nagyon sok olyan pozitív dolog, amiből mi hosszú távon tudunk építkezni. Aztán a Gyöngyös csapatával játszottunk. Hát sajnos ott nekünk nincs 20 játékosból álló keretünk, úgyhogy ott sajnos egymástán két meccsnél kijött a fáradtság, és ott sajnos beleszaladtunk egy 10 pár gólos vereségbe. Szombaton a helyosztón pedig a tavalyi negyedik helyezett román csapattal, a Turdával játszottunk, ahol 4 góllal kaptunk ki. Úgyhogy összességében mindenképpen pozitív volt, nagyon jó csapatok ellen játszottunk, nagyon hasznos volt, ezekből a hibákból, amiket ott tapasztaltunk, kell építkezni, és igazából a következő egy hónap feladata az úgymond finom hangolás, mind taktikában, mind technikában. A nyíregyháziak a hétvégén egy gyöngyösi tornán csiszolhatják tovább a formájukat. Újfent csak NB1-es és első osztályú csapatok lesznek, egyedül mi leszünk a másodosztályú csapat, a Szlovákiából a Topolcsány nevezetű csapat, ő tavaly másik volt a bajnokságban, a Gyöngyös lesz ott, a Balmazújváros lesz ott, ez mindenképpen egy nagyon komoly játékerőt képviselő csapatokkal fogunk ismét találkozni, de mint mondtam, mi abszolút szeretnénk a bajnokságban az első három helyen végezni, ez én azt gondolom, hogy ilyen szintű mérkőzéseket kell játszanunk. Ha ezeken meg tudunk felelni, ezeken helyt tudunk állni, akkor én azt gondolom, hogy a saját bajnokságunkban is sem lesz probléma, hogyha majd egy nehezebb mérkőzés kell játszani. A nyíregyházi KC az NB1B keleti csoportjának nyitófordulójában szeptember 12-én a Ferencvárost fogadja.